Úgyhogy nagyon-nagyon bíztatóak ezek a számok, elképesztően örülünk. Pontosan tudjuk, hogy mostantól kezdve még nagyobb felelősség van rajtunk, hogy úgy politizáljunk, hogy ez a kormány bukni tudjon, illetve az embereknek sokkal jobb legyen. Mi az emberekkel foglalkozunk, ugye a minimálbérrel, hogy legyen 200 000 forint, hogy 37.500 legyen a családi pótlék, hogy 37.500 forint legyen a nyugdíjpótlék minden hónapban, és hogy ne lehessen 100 000 forintnál kevesebbet keresni. És én azt gondolom, hogy ez a program igenis, hogy mi ezt így megmondjuk, mellett egy erős kapitalizmus kritikával. Én azt gondolom, hogy ennek van tere Magyarországon. Hisszük és tudjuk azt, hogy 2022-ben lesz képviselete a magyar dolgozóknak a Magyarországgyűlésben egy egész frakciónyi, és még erősebben fogunk tudni kiállni azért, hogy Magyarországon normálisak legyenek a bérek, és egy dolgozó meg tudjon élni a fizetéséből. Ezért harcolunk, ezért tartsatok velünk!